puszi mindenkinek, én is hozzáérkeztem, és már addig várom, hogy megmutassam, hogy mi van az én kis társával, ugye én vagyok az elemzsi girl, Lilácska, és meg is mutatom az én gyönyörű kis lila táskám, ami együtt jel a kabáttal, talál a függönye, és mindennel talál, a szépség a legfontosabb, ezért az első dolog, ami van ebbe a kis táskában, az a hajszállító, mivel hogy soha nem lehet tudni, hogy mikor esik egy picikét az eső, ilyenkor mindig kell a nőnél legyen egy hajszállító. A szépségünkhöz hozzájárul ugye a haj, a hajszállító, és persze az egyenessége a hajnak, ami most nagyon divat, ezért mindig nálam van egy kis vasaló, itt van az én kis vasalóm, ami befér ebbe a táskába. A következő nagyon fontos dolog a fény. Mindig fény kell legyen, amikor szépek kell legyünk, ugye nagyon-nagyon fontos. Itt van nálam a kis körték, villanykörték. Mindenféle villanykörte, ilyen villanykörte, meg sokféle átlátszó, fehér, piros, minden zöld, kék és lila. Persze. Hogy dizájnosabb legyen, mindig itt van nálam egy kis bura. Ebbe bele lehet tenni, csingilingiling, ebbe bele lehet tenni a kis kötéskéket, amivel majd kell a szépséghez. Na, az a probléma, hogy én néha nagyon-nagyon fázom, és ilyenkor mindig nálam van egy kis termosztát, ami mindig felmelegíti a lelkem, testem. Ám a másik véglet, ha nagyon-nagyon izzadok, olyankor legjobban nekem a lábam izzad, tudom, hogy Zsuzsának mindig a hónalja, de hát nekem a lábam a lányok annyiféle. És akkor mindig magamnál hordok egy kis cserecipőt, nagyon szép cserecipőt, meg, amit ma vettem, ezt persze már nem tettem be a táskámba, a gyönyörű szép kis házi papucs, mert soha nem lehet tudni, hogy kinél kötünk ki. A következő dolog, ami mindig nagyon fontos, hogy az ember ne maradjon éhesen. Nálam ezért mindig van egy kis kenyértartó, persze mindig tele és tele kenyérrel. Hát igen, ezt most nem tesszük vissza a táskába, mert akkor megint lehet kiszedem, és az a probléma, hogy nem szeretem én magára a kenyeret, ezért itt már is előszedem, ami belefér a kis táskába, hát a kenyérpirító. Ebben nagyon-nagyon finom, pirítós kenyeret lehet készíteni, ám de ezt nagyon-nagyon sokszor én megunom, és ilyenkor van, hogy két kenyeret egymásra teszek, középre egy harmadikat, és bele is tesszük a kis kenyérsütőbe, ez is belefér az én táskába, ezért kell mindig egy jó kis táskát venni, hogy minden beleférjen, ami egy nőnek fontos. Persze miután eszem, mindig szeretek elmosogatni, mindig, és mindig hordok magamnál, amiben én el tudjak mosogatni. Ebben, amiből eszem, persze a kenyérpirítótól elkezdve a mindenig, én ezt ebben elmosom, és még a másik fontos dolog, hogy ki tudjuk őket teregetni, a tányérokat kiteregetjük erre a kis teregetőre. Akkor az a probléma, hogy ezek után én mindig szomjas leszek, de én szeretek inni, vagy néha, amikor álmos vagyok, ugye, egy-egy kávét megiszom, csak az a baj, hogy ez a kávéfőző elfér a táskába, és csak nem melegíti a vizet. Ezért hordok magamnál mindig egy szép vízmelegítőt, amivel már is megvesz a kávé azon perc. Ám, de ha a kávét már nem kívánom, mert elég éber vagyok, akkor mindig vannak nálam egy használatos poharak, mert persze a sör az mindig itt van, nagyon-nagyon elűzi a kis szomjúságunkat, ezért vannak az egyhasználatos poharak, mert én csak tányért szeretek mosogatni, nem poharakat. Akkor néha, amikor elmosodok, ugye kaja után, akkor úgy ledőlnék, attól függ, hogy mennyire. Vagy nagyon ledőlnék, vagy nagyobb párnára, csak egy kicsit dőlnék le, egy kicsi párnára.
Ezért mind a két párnak jó, ha nálunk van, mert soha nem lehet tudni, hogy ki mennyire akar ledőlni. Vagyis én. Akkor az életem legeslegfontosabb dolga, persze a szépségen kívül, a zene. Mivel hogy zene nélkül mit érek én. És ezért mindig van az én kis táskámban egy picike kis gitár, ami mindig gyönyörű játékot lehet játszani rajta. De amikor a körmeim meg vannak csinálva, mert jöttem a nőkörmöstől, hoppá, mindjárt leesik, mindjárt visszateszem a táskámba a gitár, pillanat, visszatettem. Á, el is felejtettem, hogy erre való, hogy ne essen le a gitár, mint most például, ezért mindig magamnál hordok egy gitárárványt, ami persze megáll a gitár. Ez a lényege a gitárárványnak. Ám de mikor ugye a műkörmöstől jövök, frissen elkészült kis körmekkel, akkor én nem tudok mást, csak mint a másik hangszer, ami a táskámban van, hát az egy kis... A cintiben nagyon jó, hogy vannak ilyen nagy boxai, tárgyal, és nagyon hangosan zenélek én. Zene nélkül, mit érek én. Ám, amikor semmit nem tudok, már olyan fáradt vagyok, nem vagyok képes semmit sem játszani, olyankor itt van az én kis kazettófonom, ami ugyancsak a táskából hol van, már nem kapok a kicsi kazettófon. Megvan, itt van a pici kazettófon, és rajta mindig beteltem bunyos fityút, és hangosan énekel nekem. Hát, még itt, mintha látnék valamit. Jaj, hát itt van az én táskámban Zsuzsa táskája is, hát ezt el is felejtettem. Szóval azt hiszem, hogy most már ennyi dolog fért az én táskámban, ja persze befért ez a kis papír zsebkendő, mert az mindig fontos, egy darabba a nőnél van, és semmi fér be már a fejben. Köszönöm a figyelmüket, jelentkezünk máskor is, puszi LNG, puszi magunkat, szia Lilácska, puszi Erről van mit ér? A legszebb híd a folyó nélkül van mit ér?